Amíg a szem ellát, napelemek sorakoznak Szakói déli határában. Számszerűsítve 21.438 panel gyűjti a napenergiát több mint 15 hektáros területen. Egy német energiavállalat építette meg a parkot, amely méretéből és termelési kapacitásából fakadóan kis erőműnek számít. Kósa András, a beruházó vállalat ügyvezetője az átadó ünnepségen arról beszélt, a térség jelentős lakossági, közintézményi és vállalkozói igényeit ki tudják elégíteni megújuló energiaforrásból. Évente 19 megawattóra áramot termel, ez nagyságrendileg hát olyan 6000 családnak az éves áramfogyasztását jelenti, tehát mondjuk 6-szor Szakói település méretét jelenti. És hát ez fogja még sok évtizeden keresztül biztosítani. Megújuló energia, ugye nincsen széndioxid kibocsátás, amikor áramot termel. Van egy fontos technikai újdonsága is ennek a parknak. Ez a park már részt tud venni a úgynevezett kiegyenlítő energia piacon. Az azt jelenti, hogy ugye az időjárás függő megújuló energiatermelők nehézséget, feladatot jelentenek a Mavirnak, de ezzel a kiegyenlítő energia szolgáltatás nyújtó képességgel csökkentik a Mavir terhelését. A vállalat több mint 3 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a Szakói önkormányzattal, majd nem sokkal később a beruházó meg is vásárolta a több mint 15 hektáros területet. Bacskai Erzsébet, a község polgármestere elmondta, a befektető számára vonzó volt, hogy Szakolyban már működik egy biomassa erőmű, így a fenntartható energia fejlesztésében a két vállalat együtt tud működni. A fejlesztéshez kapcsolódóan pedig egy másik fontos területen is előrelépés történt a községben. Település szinten, önkormányzati szinten, amiben tudtunk, mindenben segítettük és végigkísértük egyébként a projektet. Azt is fontos tudni, hogy 3 évvel ezelőtt településünknek még nem volt települési rendezési terve. Azt korábban az előző vezetők vezetése alatt a kúria felfüggesztette. Úgyhogy ez volt egy nagyon nagy feladat, hogy az önkormányzat és a befektető együttes erővel, hiszen az anyagi fedezetet ők nyújtották a település rendezési terv elkészítéséhez, így együttes erővel ezt is meg tudtuk oldani, és van már településünknek település rendezési terve is. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány célul tűzte ki, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon. Éppen ezért fontos, hogy minden megújuló energiát termelő beruházás jól hasznosuljon. Ennek egy piciny lépése a mai átadás, de ezekből a kis lépésekből fogjuk elérni ezt a hatalmas célt, mert hogy addig még bőven van mit tennünk, ugye atomerőművet meg kell építeni, ugye következő blokkokat, és több ezer megawattnyi naperőmű beruházást kell még megvalósítani, habár jól állunk, mert ugye 2030-ra tűztük ki a 6000 megawattot, és ezt már most teljesítettük. A Nemzeti Energia Stratégiához illeszkedő beruházás összértéke meghaladta 3,2 milliárd forintot Szakolyban.